Egy 47 éves kenderesi lakos több rendbeli vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítanak a karcagi rendőrök. A férfi ellen még 2023-ban indult eljárás, ugyanis február végén egy helyi ingatlanból elvitte egy háromágú alumínium létrát. Az év vége sem telt el eseménytelenül, akkor egy másik kenderesi lakóépületbe ment be, onnan 135 ezer forint értékben különféle szerszámgépeket zsákmányolt. A rendőrök elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki. A férfit azonban nem érdekelte, hogy nyomozás folyik ellene, tovább folytatta bűnös tevékenységét. Idén több kenderesi sértett életét keserítette meg, lopásokkal károsította meg őket. A nyomozók július másodikán találtak rá a tettesre, aki a kenderesi almáskert szénabálái között bujkált, Elfogták és előállították a rendőrkapitányságra. Hét bűncselekményt róttak a terhére, részben beismerő vallomást tett. A rendőrök őrizetbe vették a férfit, és kezdeményezték letartóztatását. A lopásokat 29 éves fia is folytatta, őt négy rendbeli bűncselekménnyel gyanúsították meg a bűnügyesek. Legutóbb egy önkormányzati tulajdonban lévő épületről szaggatta le a részvezetékeket, majd eladta őket. Beismerő vallomást tett.